8-osaik nagyon szép napra ébredtek ma, bizonyára nagy izgalommal, bár tegnapi próbájuk nagyon szépen sikerült. Aki már látta, azt gondolom, hogy mindenki azt mondta, hogy hát mi lesz ezekből a gyerekekből. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit iskolánk hagyományos alapítványi pályán, és nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk. Hosszú éveken át nem volt kérdés. Évvégén a 8-osok egy bállal zárják az évet. Aztán, amikor 2 éven keresztül kimaradt, akkor nagyon sajnáltuk, hogy azoknak az évfolyamoknak bizony ez egy nagy hiány lesz. Köszöntünk mindenkit, köszöntjük Henzinger Balázs polgármester urat és feleségét Erikát, köszöntjük Hetényi Andrea képviselőasszonyt, és nagy szeretettel köszöntjük Petrovics Lászlót és Ballarékát, és tudom, hogy nem szeretik, de azért mi minden évben elmondjuk, hogy ez alapítvány nagyon sokat köszönhet nekik, többek között a csodálatos palotás ruhákat, és nem hiszem, hogy sok iskola büszkélkedhet ilyen szép ruhákkal. Az, hogy most itt vagyunk, azt nagyon nagy munka előzte meg, mindenki látja a feldíszített művházat, a csodálatos tombolákat. Nagyon hosszú lenne felsorolni mindenkinek a munkáját. A gyerekek már szerintem itt is vannak. De az, hogy a bál jól sikerüljön, az most már csak rajtam múlik. Köszönettel tartozunk még Horváth Benének és a HB Soundnak, Honti Csillának minden évben, aki nagyon sokat segít a palotás ruhák igazításánál. Köszönjük a műfáz dolgozóinak, hogy nagyon rugalmasak voltak, és mindig itt lehettünk. Marcsi nénit, Tankai Marcsit is minden évben megemlítjük, aki rengeteget segít a ruháknál. És akkor kezdjük a palotással, és ezzel átadom a szót Henzinger Balázs polgármester úrnak. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ahogy a Kati említette, hogy voltak évek, amikor sajnos nem tudtunk itt lenni. Több részből is izgatottan is állok itt, mert a lányom is táncolni fog. A nagyobbik lányom pont akkor táncolt volna, amikor Covid volt, és így az apa lánya első bál tánc az kimaradt, ezért én is picit izgulok, és nagyon drukkolok a fiataloknak. Büszkeséggel is állok itt, egyrészt azért, hogy több mint 30 éven keresztül az alapítvány fent tudott maradni a mindenkori igazgatók és tanárok, pedagógusoknak a sok-sok áldozatos munkájával és a támogatóknak a segítségével. Az, hogy több mint 30 éven keresztül ez itt meg van szervezve, ez a bál, hogy gyönyörködtetünk a gyerekeinkben, jól érezhetjük magunkat, én azt gondolom, ez is egy nagyon nagy munka, és ez egy büszkeséggel tölt el. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, amit Kati is felsorolt, akik beletették ezt a sok-sok munkát. Szeretném megköszönni Katinak is azt a gyönyörű ruhát, ami Ildinek, bocsáss meg, Ildinek a ruhákat, amit évről évre biztosít a gyermekeinknek, hogy büszkék legyünk rájuk, hogy mennyire szépek. Nem is szeretném tovább húzni a szót, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és akkor következzen a palotás. Thank you.
egyik kocsmában, a másik kocsmában, és kávérázott a zene, és kávérázott, hogy veszem kár, adsz egy kis kilenőt, hagyd szüljek én, hogy még ma felül. Megjövök én vére, háromba vagy négyre, vagy csalnám nélek, mint az erőt.
Please come back now.
egész nap. Jó, valójában lányok mögé próbáltok várni, gyertek idén, leadnak. Végezetül következik a bulitánc, amikor a gyerekek már igazán felszabadultan, boldogan táncolhattak, és utána pedig övéké az éjszaka. Először a 8. B osztály kezdi a táncot, osztályfőnökük Demeter Néni Tészkatalin. Oh,
Tango. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Catnado. Yeah.
world, yeah.